Győzelemben mutatkozott be a Nemzetközi Porondon a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese Svájcban 27-re nyerte az első játszmát, amit a folytatásban egy 14-re hozott szettel egyenlített ki a házigazda. A harmadik játszma végén a hatodik szettlabdát értékesítve kerültek előnybe a vendégek, akik aztán már nem is engedték ki a kezükből a mérkőzést, előnyszerezve a visszavágóra. Már az elején azt mondtam, hogy két mérkőzésbe kell gondolkozni. Megmondom őszintén, hogy titkon reménykedtem abban, hogy hát ha valami jó eredményt elérünk, ez nálam azt jelentette, hogy mondjuk két játszmát tudunk nyerni, és akkor idézőjelben pont előnyből tudjuk várni. A lányok hála Istennek az elvárásaimat is túl teljesítették, és már nyertek az első mérkőzésen. Ami én úgy gondolom, hogy látva a Düdingen erősségét, ez mindenképp egy óriási fegyvertény. De arra is felhívtam a lányok figyelmét, illetve hát azért a közvélemény figyelmét, hogy ez nem egy egyszerű csapat. Tehát biztos vagyok benne, hogy kőkeményen fognak küzdeni itt Nyíregyházán. Én nagyon bízom benne, hogy a lányok átérzik a lehetőség súlyát. Igazából nem akarok semmi terhet rájuk tenni. Tudják, hogy miért dolgozunk és miért kelünk fel minden nap, úgyhogy én remélem, hogy egy jó mérkőzéssel ki tudjuk szolgálni a hazai közönséget. A nyíregyháziak vasárnap az Extraligában, a Bemiskola csarnokában 3-0-ra verték a Szombathely csapatát. Nagyon nem egyszerű volt ez a mérkőzés, habár az eredmény azt mutatta, hogy simán hoztuk a Szombathely elleni mérkőzést, de ugye azért csak utaztunk előtte, ugye haza kellett jönni Svájcból, amit ugye kevesebben tudnak, hogy a nemzetközi mérkőzéseken Mikasa labdával játszunk, az itthoni Gála labdával. Igazából egy napunk volt fölkészülni a Szombathely ellen, ráadásul ugye a Bemiskolába, tehát annyi tényező, nem is úgy mondom, nem várt tényező, de szokatlan tényező volt, ami miatt egy kicsit én tartottam ettől a mérkőzéstől, hogy fogjuk tudni kezelni. Nyilván nem játszottunk valami frenetikusan, de tényleg hála Istennek a lányok odafigyelve helyenként úgy játszottak, ahogy kellett. Úgyhogy ez mindenképp a kötelező győzelem kategóriába tartozik, és most már tudunk hála Istennek készülni teljes erőbedobással a szerdai kupatalálkozóra. A Fátum Nyíregyháza Düdingen mérkőzés szerdán 19 órakor kezdődik a Continental Arénában.